Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, kedves média apostolok, mindnyájan, akik ima közösségben most velünk vagytok, együtt ünneplitek az Eukarisztiát, a mai Szentmisét, az Apostol Televízió szolgálatával, a média apostolok csütörtöki szentmiséjében. Imádságos szeretettel köszöntöm Élő András testvérünket, aki a mai napon ünnepli 17. születésnapját, és a Szentmise kegyelmét, annak kiáradását kérjük most életére. Belefoglalom a Szentmisébe mindazon ima szándékokat, amelyeket média apostolaink az Imalánc című élő adásunkban elmondtak, akár tegnap délután, akár az előző vasárnapon délelőtt, és egyéb módon közlik a közösségünkkel ezeket a szándékokat, vagy pedig akár csak a szívük mélyén hordozzák azokat. Egyesüljünk tehát az imádságos szeretetben, annak tudatában, hogyha összefogunk az imádságban, akkor az Úr Jézus nagy erővel segít meg bennünket, és terjeszti mennyei Atyánk elé a kéréseinket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, dicsőségedért, Urunk és Isten.
Könyörögjünk! Istenünk, te neved megvallásában egyesíted a sok különböző nemzetet. Add, hogy egyek legyünk a hitben és a keresztény életben, akik újjászülettünk a keresztség vizében, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. A meggyógyított koldus nem tágított Péter és János apostol mellől, sőt, az egész nép is odagyűlt köréjük az úgynevezett Salamon csarnokba. Péter ennek láttára így kezdett beszélni a néphez. Izraelita férfiak, miért csodálkoztok ezen? Miért bámultok úgy ránk, mintha a saját erőnkből, vagy saját szentségünk révén értük volna el, hogy ez az ember járni tud? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő szabadon akarta bocsátani. Megtagadtátok a szentet és igazat. Egy gyilkos szabadon bocsátását kértétek, az életszerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. Mivel hittel segítségül hívtuk Jézus nevét, ezért öntött ő erőt ebbe az emberbe, akit itt láttok és akit ismertek. A Jézusban való hit visszaadta neki épségét, minnyájatok szemelátára. Tudom azonban, testvéreim, hogy tudatlanságból tettétek, akárcsak elöljáróitok is. Ám az Isten így vitte végbe azt, amit minden prófétája által hirdetett, tudnélik, hogy a Messiás szenvedni fog. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket, és elérkezzék az Úrtól a megbékélés ideje, és elküldje Jézust, a nektek rendelt megváltót. Ő a mennyben marad egészen a nagy megújulás napjáig, amelyről Isten már réges-rég beszélt szent prófétái által. Mózes megmondta ugyanis: Urunk Istenünk hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek testvéreitek közül. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond nektek. Azokat, akik nem hallgatnak erre a prófétára, közösítsétek ki a népből. A többi próféta is, Sámueltől kezdve mind, akik csak ő utána szóltak, ezekről a napokról megjövendőltek. Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek fiai, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz. A te utódodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten feltámasztotta fiát, és először hozzátok küldte el, hogy megáldjon titeket, és így mindegyiktek elforduljon a bűntől. Ez az Isten igéje. Ennek legyen rajta. Alle, alleluja.
Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Még ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket, békesség nektek. Hihetükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak, de ő így szólt hozzájuk, miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat, én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk, van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat, fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk, ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta, megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, mindnyájan ima közösségben, kik bekapcsolódtok a gazdagréti szentmisébe, nyitott füllel és szívvel, hogy Isten igéjét halljátok, és annak megfelelően éljetek, és a kegyelmi találkozás vágyával is egybegyűltünk, hogy az Úr Jézussal, a feltámadottal személyesen találkozzunk, még ha csak idézőjelben a lelki áldozás lehetőségével, de akkor is személyesen találkozhatunk. Egyébként is az Úr Jézus megígérte más megjelenési módjait is, a szentségi találkozás mellett jól tudjuk, hogy ő szól hozzánk az ő igéjében, ő az, aki közöttünk van, ha ketten-hárman összegyűlünk a nevében, és most is ezt tesszük, ebben segít bennünket az Apostol Televízió. Kedves testvéreim, eltűnődtem azon a mai olvasmányokat hallgatva, vagy hirdetve, hogy milyen érdekes és fontos az a párhuzam, amit az apostolok egyrészt Ábrahámról mondanak, illetve a Szentírás állít Ábrahámról, és erre hivatkozik az ős egyház is, és a mai egyház is, hiszen mi is, és majd így fogjuk mondani az első mise kánonban, hogy ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát is elfogadta az Úr, és valóban mi is ősatyánknak tartjuk Ábrahámot, ahogyan erre Szentatyánk Ferenc pápa Irakban felhívta a figyelmet, amikor úrvárosába érkezett, mert ősatyánk Ábrahám, és azt az ígéretet kapta, hogy benned nyer áldást a föld minden nemzete. És ugyanakkor a párhuzam itt húzódik, hogy
Az Úr Jézusról pedig azt mondjuk, a mi megváltónkról, a világ megváltójáról, hogy csak benne van az üdvösség, csak általa üdvözülhet az ember. És míg az üdvösség útját az Ábrahámnak adott ígéret nyomán lehet végigkövetni az üdv történelemben, a megváltóig tegyük hozzá, addig a megváltás kegyelme nyomán azt mondhatjuk, hogy valóban egyedül Jézus Krisztusban van az üdvösség. Ő a világ megváltója, és csak általa üdvözülhetünk, ahogy ő magáról is elmondja, senki sem juthat el az Atyához, csak általam. És ha fel is tesszük azt a kérdést magunkban, hogy mi lesz avval a sok-sok millió emberrel a történelem folyamán, vagy milliárdnyi emberrel, akik esetleg nem jutottak el az Isten ismeret, vagy Krisztus ismeret boldogságára, akik nem jutottak el a személyes Krisztus hitre, vajon ők ki lesznek zárva az üdvösségből? Jól tudjuk, Anya Szent Egyházunk tanításából, hogy nem, mert azok a jó akaratú emberek is meghívást kaptak az üdvösségre, akik önhibájukon kívül esetleg nem jutottak el a személyes Krisztus ismeretre, de akkor is, bárkiről is legyen szó, az üdvösség az Úr Jézus érdemei nyomán nyílik meg minden ember számára, az örök élet és a boldog feltámadás. Olyan ez, mint az apostolok magatartása, amelyről Szent Lukács beszámol, akik csak fokozatosan mertek hinni abban, hogy tényleg Jézus föltámadt, és hiába látták őt, először azt hitték, hogy kísértet. De hát a szellemnek, a kísértetnek nincs húsa, csontja. És akkor az Úr Jézus étkezik velük, hogy higgyék már el azt, hogy ő a testben támadt fel, és ő az a Jézus, aki korábban is velük volt, aki a megváltásunkért jött, és most újra kereszthalála után, a harmadnapra való feltámadást követően ott van közöttük ugyanaz a Jézus, de már nyilván más testben, nem a halálra szánt és romlandó testben, hanem az úgynevezett megdicsült testében, az örök élet boldogságát hordozó testben, amelynek ajándékát mindannyiunknak megígérte. Ilyen az emberiség, minden kornak az embere. Így viselkedünk mi emberek, hogy vagy merünk hinni, vagy nem merünk hinni, vagy nem ismerjük fel Jézust közöttünk, aki többféle módon is jelen van a világban, hiszen megígérte, hogy velünk marad a világ végéig. De ettől függetlenül az üdvösség útja Jézuson átvezet az örök boldogságra, és az üdvösség kapuját ő nyitotta ki, tehát csak benne van az üdvösség. Ma arra kell gondolnunk, hogy sok testvérünk, embertársunk, vagy nem veszi észre az Úr Jézust, nem veszi észre az ő tanításának súlyát, erejét, nem veszi észre azt, hogy a másik emberben jelen van Krisztus, akit szolgálhatunk, nem veszi észre, nem hallja meg a meghirdetett igét, vagy ha már ezeket észre is vette, még mindig nem mer hinni, még mindig bizonytalan a hitében, vagy jeleket, bizonyítékokat kíván, és lehetne sorolni ezeket a fokozatokat, amelyeken az apostolok is átestek ezen a fejlődésen, ezen a lelki megújuláson, hogy végre elhiggyék, Jézus Krisztus valóban feltámadt. Ez a mi hitünk, ez a Krisztus hit alapja, ez a mi üdvösségünk záloga, a feltámadásunk útja. Kérjük, hogy erősödjünk meg a Krisztusi hitben a feltámadott győzelmének,
és a mi saját feltámadásunk hite erejében. Amen. Kérjük Isten kegyelmét, kedves testvéreim, hogy legyen erőnk betölteni hivatásunkat, Krisztus feltámadásáról szóló tanúságtételünket. Áraszd ránk, Urunk, az értelem lelkét, hogy felfogjuk és megértsük Krisztus feltámadásának jelentőségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd hivatásunk tudatát, hogy hitünk bizonyítsa Krisztus feltámadását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hívj, Urunk, minden embert egyházadba, hogy egyek legyünk a hit megvallásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szavaink és cselekedeteink megtérésre és bűnbánatra szólítsák az embereket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Istenfélő jó akaratunk országot dicsőségébe vigyen minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el bő kegyelmeddel a ma 17. születésnapját ünneplő András testvérünket. Segítsd felismernie azt az élethivatást, amelyet Te ajándékoztál számára földi életében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas mennyei atyánk, gondviselő jóságodban megadtad gyönge emberi természetünknek a természet fölötti élethivatását. Erősíts meg minket kegyelmeddel, hogy istenfélő jó akaratunk a hit egységét adja meg, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a 88-as ének harmadik és negyedik versszakát fogjuk most énekelni. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve áldozati adományainkat, amelyeket a keresztségben újjászületettekért hálából felajánlunk, mennyei segítségedet kérve számukra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit. Halálunkat halálával megtörte,
és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszád zengik, és vég nélkül éneklik. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, szeretteinkről, jótevőinkről, híveinkről, média apostolainkról, lelki pásztorainkról, születésnapját ünneplő András testvérünkről, és mindazokról, akik most a járvány megpróbáltatásait hordozzák, vagy ebben mások segítségére sietnek, hogy szent nevednek szolgáljanak általa. Emlékezzél meg minden jelenlévőről, és a televíziós szolgálattal most velünk együtt ünneplő testvéreinkről, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. És most rövid csöndben helyezzük ide az oltárra média apostolaink kérését és hálaadását. Amikor most megünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus testi feltámadásának szent napját, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek vízből és szent lélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életük napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak,
teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, média apostolainkról, lelki pásztorainkról, a templomunkban nyugvó hívekről, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, hogy kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor, Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és megjöjj az életem. Testvéreim, a szent áldozás alatt a 134-es éneket énekeljük.
testvéreim, most a lelki áldozásra nyílik meg a lehetőség. A lelki áldozás imájával, Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, hogy az új szövetség megváltó áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg nekünk az örök boldogságot Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, akik egybe gyűltetek a mai szentmise ünneplésére, virtuális, de valóságos ima közösségben az Apostol Televízió szolgálatával. A Jóisten áldása segítsen bennünket abban, hogy bátran valljuk meg a feltámadásba vetett hitünket, és mindig hirdessük azt, hogy csak Krisztus által vezet el életutunk az üdvösségre, a boldog feltámadásra. A befejező énekünk majd a 86-os számú ének első és második versszaka lesz. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja! Alleluja! Istennek legyen hála! Alleluja! Alleluja! Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmú, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézus, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk.